Semmi különöset nem csinálok, csak átadom a tapasztalataimat, ezt Ricardo Moniz mondta pár hónappal ezelőtt, amikor nagyra törő tervekkel érkezett a Magyarországra a Ferencváros labdarúgó csapatához, mert hogy az a célja, hogy pályára állítsa a klubot. Ő Ricardo Moniz, ismerjük. Ő az a holland edző, aki Détári Lajos után elfoglalta a Ferencváros kispadját. A meccseken általában állva buzdítja játékosait, egy kis esőtől nem ijed meg, és sok érzelmet nem lehet leolvasni az arcáról. Ő Ricardo Moniz, nem ismerjük. Egy fanatikus futballrajongó, aki reggel hétre jár dolgozni, és állítólag a takarítónéni néha hajnali kettőkor még a dolgozó szobájában találja. Amikor megérkezik, táblagépén videókat néz Maradonáról, Cruyffról, Puskásról. Ez szenvedély, a futball sivár szenvedély nélkül. A mágnes táblát pedig üres játéknak tartja mindaddig, míg a bábuk között nincsenek részletes statisztikák. Itt van például Messi, 55 meccs, 53 gól és még 28 gólpassz hozzá. Úgy tartja, bármelyik jobbek lehet Dani Alves, és bármelyik támadó Messi. Az álmokat legalábbis ennél a láb nem érdemes adni, hiszen akkor belevágni is kár az egészbe. A Ferencváros játékosait is ez szerint irányítja. Úgy tartja, csak önbizalom kérdése, hogy ki tudják-e hozni magukból a maximumot. Próbálom megtalálni, ki miben erős. Ez nem az én erősségem. Én szinte csak szurkoló vagyok, egy edző, aki irányítja őket. De ha például azt látom ezen a táblán, hogy Böde a tízes pozícióban túl messze van attól, ahol ő valóban erős, változtatnom kell, és oda tenni őt, ahol igazán hatékony tud lenni. Ennyi az egész. Nem csak mástól vár el csúcs teljesítményt, saját magával szemben is maximalista. Az előrelépés ugyan kézzel fogható, ő mégsem tartja nagyra eredményeit. Egy kicsit talán fejlődtünk, de a Ferencvároshoz képest ez nem elég. Nekem magam felé is kritikusnak kell lennem. Elértem a céljaimat? Nem. Jó munkát végeztem? Nem, hiszen hatodikak vagyunk, pedig a Ferencváros valaha első volt. Szóval sok munka áll még előttünk. A csapat rövidesen visszakaphat valamit a stílusából, de ha azt kérdezed, jól csináltam-e? Nem. Túl sok pontot veszítettünk. Mikor mondaná, hogy elégedett, hogy jól csinálta? Akkor, amikor mi vagyunk az elsők, és akkor, ha egy olyan stílust hagytam hátra a fiataloknak is, amire aztán lehet építeni éveken keresztül, hiszen ez nem rólam szól. Még csak néhány hónapja van itt, de már is azonosult a Ferencvárossal. A Fradi Múzeumban lenyűgözve nézi a kiállított erekéket. Úgy véli, más klubnál ezek a tárgyak eltűnnének a süllyesztőben, de a Ferencváros éppen azért Ferencváros, mert a legapróbb részletekig megbecsüli a hagyományait. Úgy látszik, Moniz érteni véli a fradizmus lényegét. Érzelmek, szenvedély, remény, egy életstílus, mindenük a Fradi. Ezeknek az embereknek zöld-fehér vér folyik az ereikben. Itt talán még jobb is, mint Hollandiában. Arrafelé az emberek már el vannak kényeztetve. Azt gondolják, hogy oké, már elég jók vagyunk, és én utálom ezt a hozzáállást. Mert szerintem minden áldott nap fejlődni kell. Máskülönben a konkurencia föléd nő, és itt várni lehet a sikerékséget. A takarítónőtől a titkárnőn keresztül a segédedzőig mindenki tenni akar ezért a klubért. Ricardo Moniz az augusztusi kánikulában érkezett. Amikor beszélgetünk, a Fradi pályát már hóborítja. A kettő között eltelt fél évben a Fradi nyert is meccset az utolsó pillanatban, meg bukott is értékes pontokat a hajrában. A pályán és azon kívül is hullámzó volt ez az időszak. De Moniz konfrontatív embernek mondja magát, aki nem ijed meg a surlódásoktól, és ha a játékosok nem kapják meg időben a fizetésüket, akár haza is küldi őket edzésről. Az ehhez hasonló ügyekről azonban nem szívesen beszél, annál is inkább, mert szerinte erősebben jöttek ki belőle, mint előtte voltak. A foci túlságosan is diplomatikus, az emberek túlélők, megalkuvók, karriert akarnak csinálni a saját elveiket is eldobva. A Ferencvárosban az a jó, hogy ez egy szókimondó klub, néha a konfrontáció klubja. Ha nem nyújtunk 100%-ot, a szurkolók nem fogadják el, és mi magunk is néha összezördülünk, de másnap jobban jövünk ki belőle. Ez a mentális keménység van jelen, és tényleg erősebbek leszünk egy-egy ilyen történet után. Ismerünk ilyen edzőket a világ futballjából. Moniz azonban még csak hallani sem akar bármilyen összehasonlításról. Ő önmaga akar lenni, de hogy meddig juthat el, azt nehezen tudná megmondani.
Ha egy éve azt mondod, hogy most itt fogok állni veled a Ferencváros stadionjában, nem hittem volna el. Ez a szép a futballban. Idehozott Magyarországra, nagy megtiszteltetés. Idehozott a Ferencvároshoz, fantasztikus tapasztalat. A futballban soha nem tudhatod, mi történik. Csak azt remélem, hogy egészséges maradok, és akkor még 80-90 évesen is a pályán lehetek, mert ez a leggyönyörűbb dolog az életben.